Áldást, békességet kívánok az Adorjáházai, Egerajai református testvéreimnek, mindazoknak, akik mai napon ezt az Isten tiszteletet online követik, és így bekapcsolódnak a mi bőti Isten tiszteleti közösségünkbe. Magasztalunk, ó Isten, magasztalunk téged, mert közel van neved azokhoz, akik hirdetik csodáidat. Ezzel a Zsoltár verse is köszöntöm mindannyiunkat. Boruljunk a mi Istenünk színe elé, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, hálás szívvel jövünk ma is hozzád. Nem a formát köszönjük, mert ebben a formában, bár biztos, hogy van jó is, de nem találjuk meg azt, amit egyébként keresnénk, amit megszoktunk. De a tartalmat igenis megköszönjük, mert tudjuk, hogy most is te hozzád jövünk, mint mindig te hozzád jövünk minden Isten tiszteleten. Mert te vagy a mi alkalmaink középpontjában. Hozzád jövünk neked mondani hálaadásunkat, és neked elmondani könyörgéseinket. Téged magasztalunk és dicsérünk, és hozzád száll a mi imádságunk, és szeretne rád figyelni a mi szívünk, lelkünk. És ezt a lehetőséget köszönjük neked, Urunk, amelyet ma is megadsz nekünk. Még ha ebben a formában is, de jöhetünk mindenképpen te hozzád, bennünket szerető, rólunk gondot viselő mennyei jó atyánkhoz. Könyörgünk, Urunk, fogadd el a mi hozzád jövetelünket, amikor elcsendesedünk. Add meg nekünk, hogy a csendességünkben megtalálhassunk téged, meghallhassuk, megérthessük a te szavadat. És mindezt munkáld bennünk a te szent lelked erejével. Amen. Böjt 5. vasárnapja van, és azt ígértem, hogy a böjti istentiszteleteken mindig olyan személyekről lesz szó, akik átélik a lemondást és a megerősödést. És a kettő nem független egymástól. Eddig ószövetségi személyek kerültek elénk, ma böjt utolsó istentiszteleti vasárnapján, mert hogy jövő vasárnap már virágvasárnap következik, egy új szövetségi alakról lesz szó. Ez az új szövetségi személy nem más, mint Zákeus. Így szól Lukács evangéliumának 19. fejezetéből az ő története. Ezután Jézus Jerikóba ért és áthaladt rajta. Élt ott egy Zákeus nevű gazdagember, aki fővámszedő volt. Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kistermetű lévén nem láthatta a sokaságtól. Ezért előre futott, és felmászott egy vadfügefára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie. Amikor Jézus odaért, felnézett, és így szólt hozzá. Zákeus, jöjj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom. Ekkor sietve lejött, és örömmel befogadta. Akik ezt látták, mindnyájan zúgolódtak, és így szóltak, bűnös embernél szállt meg. Zákeus pedig odaállt az Úr elé, és ezt mondta, Uram, íme vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit törvénytelenül vettem el, a négyszeresét adom vissza annak. Jézus így felelt neki, ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia, mert az ember fia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Zákeus egy jól ismert személy. Nem csak, hogy ott akkor jól ismert személy volt, hanem ma is. Hiszen a története egy elég jól ismert történet. Divatos történet. Sokan szokták használni evangelizációs alkalmakon, evangelizációs sorozatokban, gyermekalkalmakon, mert olyan a története, amit még a gyermekek is megértenek, olyan az üzenete, amelyet ők is felfognak, és használni, követni is tudnak. De nem csak nekik szól, hanem mindenkinek szólhat, aki meghallja, megérti az ő történetét. Nem szeretném ezért végig elemezgetni, hogy mit is mond Zákeusról ez a bibliai leírás, ez a 10 vers, hanem rögtön olyan szempontból szeretném tekinteni az ő történetét,
amely a mi bőti gondolkozásunkba illik. Azaz, megkeressük Zákeus történetében a lemondást és az erősödést. Amikor előre végig gondoltam, hogy Zákeusnak milyen lemondása van, azt gondoltam, hogy hát ez nagyon egyszerű, és nagyon egyértelmű. Hiszen Zákeus a történetben lemond az ő pénzéről, az ő vagyonáról. Lemond arról a gazdagságról, amiért küzdött, amiért hajtott, amiért élt eddig. És ebben a lemondásban kiosztotta vagyona felét a szegényeknek, és mindazoktól, akiktől bármit kicsalt volna jogtalanul, azoknak négyszeresét adta vissza. Magyarul tekinthetjük így is, önmagának már nem tart meg semmit. Lemond a földi vagyonról. Azért, mert megismert valami nagyobbat, valami értékesebbet. No, nem pénzben kifejezhető érték szerint értékesebbet, hanem úgy az élet értéke szerint való értékesebbet. És azt gondoltam, hogy mivel ez olyan nagyon-nagyon egyértelmű, ezért olyan könnyű lesz ezt a történetet idehozni a bőti sorozatba. Aztán, ahogy mélyebben kezdtem gondolkozni és keresgélni, hogy mi is lehet konkrétan ennek a mai istentiszteletnek az igéje, igei üzenete, rádöbbentem, hogy Zákeusnak az életében nem ez az igazi lemondás. Mert ez egy következmény lett az életében. Valahol hamarabb kezdődött az a lemondás, ami alapján aztán meg is erősödött az ő szívében, lelkében, ami következtében történhetett az, hogy lemondott a pénzbeli vagyonról, a földi érvényesülésről, a karrierről, mindarról, amit egyébként annyira és annyian vonzónak tartanak, akár a mai világban is. Amikor azt mondom, hogy ő hamarabb mondott le valamiről, akkor ezt így fogalmazhatnánk meg, hogy Zákeus lemondott a maga komfortzónájáról. Nagyon szép, hangzatos kifejezés ez, modern kifejezés. Komfortzóna azt jelenti, hogy az a része az életemnek, ahol jól érzem magam, ahol kényelmesen érzem magam, amit nem akarnék elhagyni, ami az életemnek a kényelmét, ami az életemnek a jóságát adja. Ez mindenkinek más és más természetesen. Nincs általános érvényű komfortzóna, mert van, aki így érzi magát jól, van, aki úgy érzi magát jól. Van, aki akkor érzi magát jól, ha nem kell tennie semmit. Én a magam részéről nem tudom elképzelni, hogy létezik ilyen, az én életemben legalábbis létezik ilyen komfortzóna, de tudom azt, hogy vannak olyanok, akik élvezik a semmit tevést. Én nem tudok semmit csinálni. És szerintem nagyon sokan vannak így, hogy valamit tenniük kell. Mert ha nem tesznek valamit, akkor az őrjítő számukra, abba beleőrülnek. Muszáj tenni valamit. És a paletta túl végén a semmitevésnek pont az ellentéte, az átellenes oldala, az a mindig mozgó, mindig tevékeny, aki egy pillanatra nem tud megnyugodni, aki akkor érzi magát jól, ha, megint csak modern kifejezést mondok, ha pöröghet ezerrel. Ha pörög ezerrel, akkor ez neki kényelmes. Ha nem pöröghet, ha nem tevékenykedhet, ha nem csinálhatja ezt, akkor rosszul érzi magát. Nem jó természetesen az a két véglet. Sem az, hogy valaki ebben az ezerrel pörög életmódban dübörög, sem az, hogy nem csinál semmit az ég adta világon, mert ez az életének a kényelme. Egyik sem helyes. Valahol a kettő között van, hogy aztán mennyire pörög, mennyire nyugodt, mennyire tud elcsendesedni és megállni, és mennyire tud bekiindulni és tevékenykedni, ez mindenkinek más és más. Kereste a maga komfortzónáját Zákeus. Azt gondolta, hogy ezt a komfortzónát majd meg fogja adni számára a vagyon, meg fogja adni számára a karrier, a tisztség, a pozíció. Nem csak egyszerűen vámszedő volt,
hanem fő vámszedő, azaz a vámszedőknek a vezetője. A vámos, most már talán inkább úgy mondhatnánk, hogy az adóhivatal munkatársa, pörög ezerrel azért, hogy beszedje az adót az emberektől, és ezzel saját maga zsebére is dolgozik, mert honnan lenne egyébként a hatalmas gazdagsága? A római birodalom kiadta, hogy mely tartományokból mennyi adót kell beadni, eljuttatni a császári udvarba. Hogy aztán ezt hogy szedik be, hogy ezt mennyit szedik be, ezt mindig rábízza a helyiekre. Zákeus egy ilyen helyi ember, aki szervezi, hogy be legyen szolgáltatva az adó megfelelő mennyiségben, hogy ő ehhez képest mennyit szed be, mennyit csikar ki az emberekből, az már közömbös neki is, meg a római hatóságoknak is. A lényeg az, hogy nagyon-nagyon meggazdagszik, hatalmas vagyona van, pozíciója van, ereje van az életének. Ő legalábbis először úgy gondolta. De biztos, hogy rá kellett döbbennie arra, hogy az élete nem ér semmit. Ez a komfort zóna, amit ő kialakított, ez igazából az anyagiakra épül, ehhez a világhoz köt, de neki többre is szüksége van, mint ez a világ. Amikor hall Jézusról, nem tudjuk, hogy mit hall róla, csak ennyit tudunk, hogy hall Jézusról, akkor megfogalmazódik benne a vágy, hogy látni akarja, ki is ez a Jézus. Eddig még nem találkozott vele, eddig még nem beszélt vele, eddig még semmi kapcsolata nem volt vele, de most szerette volna látni, hogy ki az a Jézus. De kistermetű lévén a sokasságtól nem láthatta. Na ennyit ér a pozíció, ennyit ér a hatalom. Kicsi a termete, Jézus körül nagyon sokaság, és nem nyitnak neki utat. Nem mondják azt, hogy ó, itt a fővámszedő, engedjük már közelebb Jézushoz. Hadd lássa már ő is. Kicsi a termete, hátraszól. Nem juthat előrébb. Jézushoz nem juthat előrébb. És azért mondtam, hogy benne van Zákeusnak a lemondása ebben a történetben, mert le kellett mondania az eddig kialakított komfortzónájáról. Le kellett mondania a tekintélyről, le kellett mondania a pozícióról, előre szaladt és fölmászott egy fügefára. Onnan akarta látni Jézust, mert onnan fogja látni, ott még senki nem zavarja a kilátásban. Persze, ha kiderül, hogy ő ott van, hogy tekintélyes ember létére felmászik a fára, hát biztos, hogy csodálkozva néztek volna rá az emberek, és lehet, hogy most nagyon egyszerűen fogalmaztam. Le kellett mondania arról a komfortzónáról, hogy ő pénzért mindent megvehet. Le kellett mondania neki arról a komfortzónáról, hogy ő utasításokat adhat, és mindenki engedelmeskedik. Neki magának kell tenni, neki magának kell mászni, neki magának kell megtalálni azt a megoldást, amit neki magának kell megvalósítania. Ezért előre fut, felmászik a fügefára, és onnan szemléli Jézust. És testvérek, csodálatos a történetnek ez a leírása. Jézus szembesül azzal, hogy van itt egy ember, aki lemondott a komfortzónájáról, mert valami többre van szüksége ennél. És felnéz rá, és azt mondja, hogy jöjj le hamar, mert a te házadban kell megszállnom. Ez biztos, hogy meglepő volt a tanítványai, meg Jézus körül levő emberek számára. Hiszen mindenki tudta, hogy ki az a Zákeus. Hát Zákeus úgy fejtette ki a tevékenységét, hogy nem maradhatott rejtve az ő pozíciója, az ő munkája. Ezért az utálat, amely övezte a vámszedőket, a fővámszedőket, elérte Zákeust is. És meg is szólták, hogy hát milyen dolog ez, hogy Jézus, a messiás, a csodálatos ember, a mester, a tanító, ilyen bűnös embernél fog megszállni. Pedig nagyon is helyén való ez így, mert Zákeusnak immáron formálódik a szíve. Lemondott a komfortzónáról, lemondott a megszokottról,
Azért, hogy valami más jöhessen az életében, és Jézus hozza is ezt a valami mást. Nem tudunk semmit a beszélgetésről, nem tudunk semmit a vacsoráról, nem tudunk semmit arról, hogy hány perc beszélgetés kellett ahhoz, hogy Zákeus utána ki tudjon állni a tömeg elé. De másnap reggel már ott áll a tömeg előtt, és ezt mondja, hogy a vagyonomnak a felét én kiosztom a szegényeknek. Hogy én odaadom négyszeresét annak, amit én jogtalanul kicsaltam, kizsaboltam, elszedtem másoktól. Hatalmas változás ez, testvérek. Szöges ellentéte a mostani Zákeus, a Jézussal való találkozás előtti Zákeusnak. És az az élet, ami eddig erősnek tűnt, mert gazdag volt, de kiderült róla, hogy ez mégiscsak szegény, mert bizonyos szempontból tehetetlen, íme megerősödik, mert Jézus azt is mondja rá, hogy ma lett üdvössége ennek a háznak. Nem csak Zákeusnak, hanem az egész háza népének, családjának, mindazoknak, akik ő hozzá tartoztak. Zákeusnak az a lemondása, hogy a komfortzónából kilépett, meghozta az erősödés lehetőségét. Nem tudott volna másként erős lenni, mert ő maga is rádöbbent, hogy a vagyon, a karrier, a pozíció nem hozott olyan erőt az életében. Nem fogadták el, lenézték, megvetették, gyűlölték, soha nem segítették volna, nem támogatták volna az életben. Kell valami, ami túlmutat a vagyonon, ami túlmutat az evilági pozíción, érvényesülésen, és ebben kellene erősödnie. De ezt nem tudja megszerezni, ezt nem tudja elérni. És ez a komfortzónából való kilépés hozta számára azt a lehetőséget, hogy Jézus mellett lett érvényesülése, nem társadalmi, nem olyan, mint eddig, a vagyontól éppen megszabadul. Az embereket már nem kihasználja, hanem az embereknek éppen odaad. Nem várja el, hogy ezért dicsérjék és magasztalják, hogy ezért köszönetet mondjanak, mert már nagyon jól tudja, hogy a jutalma nem az emberektől van. Az emberektől jövő jutalom az mindig kétes. Ehhez a világhoz köthet, itt a világban lehet, hogy nagy szerepe van, érvényesülése van egy ilyen hálaadásnak, egy rebegésnek, de az Isten előtt nem szolgálati cselekvési alapul. De neki már van megváltója, van oka, lehetősége az Isten elé állni. Van lehetősége azt mondani, hogy van erőm odaállni az Isten elé. Nem azért, mert olyan jó vagyok, sőt, nagyon is, hiszen belátta, hogy mennyi törvénytelen, jogtalan dolgot cselekedett. De azt is belátta, hogy van valaki, és ez Jézus Krisztus az a valaki, aki eltörölte a bűneit, a jogtalanságait, mindazt, ami az életében a múlt volt, és adja meg számára a jelent és a jövőt. Olyan jó ezt a történetet a mai napon magunkra értelmezni. Két módon tehetjük ezt meg. Az egyik a bőjthöz köt, a másik pedig a vírushelyzethez. Bőjthöz úgy köt bennünket, hogy a bőjtben is ott van a lemondás. És a lemondás az úgy működik, mint Zákeus életében, a komfortzónából ki kell lépni. Igenis ki kell lépni a komfortzónából, a megszokott, a kényelmes életből. A megszorítás, a lemondás, az mind-mind arra szolgál, arra kell, hogy szolgáljon, hogy Isten elé jobban oda tudjak állni, hogy egyáltalán oda tudjak állni Isten elé, hogy belássam a bűneimet, a vétkeimet, a hibáimat, mindazt, amitől meg kell szabadulni, mindazt, amit jóvá kell tenni, mindazt, ami visszahúz, mindazt, ami elválaszt Istentől. És amikor megtörténik a komfortzónából való kilépés, azaz a bőjt
elnyeri célját, akkor megérkezik Jézus Krisztus a mi életünkbe, és nekünk is azt mondja, hogy nálunk kell megszállnia, nálunk kell lakoznia, nálunk kell maradnia, neki át kell formálnia bennünket, mert a szívünk nyitva lehet már, mint Zákeusé is nyitva volt, amikor befogadta Jézust az ő házába. A másik pedig ez a vírushelyzet, ez a bezártság, ami bezárja még az Isten tiszteleti lehetőségeket is. Azért, mert védeni kell a közösséget a vírus fertőzéssel szemben. És mondhatnánk azt, hogy ebben semmiféle komfort nincsen. Mert kényelmetlen, mert nagyon rossz, mert nem a megszokott módon történik, mert annyira elhagynánk már. Nagyon sokan már megelégelték ezt a rengeteg korlátozást, a bezártságot, a szabályozást, hogy maszkot kell hordani, ha az ember kilép a háza kapuján. Annyira, de annyira rossz. Pedig lehetne jó is. Lehetne olyanná ez a vírushelyzet adta korlátozós, vészhelyzetes élet, ami a komfortzónánkból kizökkent, de oda visz bennünket Jézus Krisztus elé. Ez a vírushelyzet lehetne a mi fügefánk. És erről a fügefáról lehívhatna bennünket Jézus, hogy hadd jöjjön már be hozzánk. Hadd legyen már az életünknek a része. Mert enélkül nem hívjuk be. Enélkül nagyon sokan nem is tudják, hogy mennyire szegényes az életük. A nagyon gazdagoknak is mennyire szegényes az életük Jézus Krisztus nélkül. De ha kilépnek a komfortzónájukból, és most ugye muszáj kilépni a kényelmi életből, akkor szembesülhetünk Jézus Krisztus szeretetével, gondviselésével, az ő kegyelmével, hogy ő elmondhassa nekünk is, mindannyiunknak, hogy az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Így keres bennünket is, így keres mindenkit. Mindenkit ezen a világon. Mindenkit, aki kilép a komfortzónájából, és meghallja ezt a szót, hogy szállj le hamar, nyisd meg szíved ajtaját, hogy én oda beléphessek, és veled lehessek, veled vacsorálhassak, veled maradhassak, ma, holnap, és mindörökké. Imádkozzunk! Urunk, mennyei jó atyánk, dicsérünk és magasztalunk téged, azért, hogy meglátod azokat, akik kiléptek, vagy kilépni akarnak a megszokott életükből, komfortjukból, a komfortzónájukból, azért, mert tudják, érzik, hogy valami másra, valami többre van szükségük, amit ez a világ nem tud megadni. És köszönjük, hogy te az ilyeneknek azt mondod, hogy szállj le hamar, abból a helyzetből, amiben vagy, hagyd el azt a helyzetet, és hív be engem, fogadj be engem, hogy veled vacsorálhassak, és veled lehessek, és átformálhassam az életedet. Urunk, add meg, hogy ez a vírushelyzet, ez a bőti időszak mind-mind olyan fügefa lehessen az életünkben, amiből leszállhatunk, befogadhatunk téged, és te átformálod életünket, mindennapjainkat. Azért, hogy megerősödve téged dicsérhessünk és magasztalhassunk azáltal, hogy kiállunk bátran bárki elé, és elmondhatjuk, hogy te vagy a mi megváltónk, aki szereteteddel, gondoskodásoddal, kegyelmeddel körülvettél bennünket, és körülveszel bennünket minden nap. Kérünk, segíts meg ebben mindannyiunkat, szeretteinket, egész népünket, hogy így bőjt időszakában és vírushelyzetben mégiscsak nyereséges, erősödött életünk lehessen, te bennünk megerősödött életünk. Mindezért legyen tiéd a magasztalás és a dicsőség. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atya Isten kegyelme, a Fiú Isten szeretete és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal mindörökké. Amen. Nem tudni a jövő vasárnap és a nagy hét lehetőségeiről, amikor zsinati vezetőségünk dönteni fog, aszerint fogunk eljárni, de mindenképpen hívom a testvéreket, mindannyiukat arra, hogy virágvasárnapon is, nagy héten is, húsvét ünnepén is, nagypéntekkel együtt járuljunk majd Isten színe elé, vagy így digitális formában, vagy a gyülekezet közösségében, ahogyan az Úristen adja ezt a lehetőséget felsőbbségünk engedélye által. Minden esetre legyen ő velünk, maradjon velünk, és támogasson, segítsen bennünket továbbra is. Adjon áldott böjti időszakot mindannyiunknak. Áldást, békességet kívánok!